Jackie Collins, Hollywoodi pánik. A legjobb barátomnak tudod jól, ki vagy. Örök szeretettel és barátsággal. A férfi kedden reggel jött ki a börtönből. Eltöltött a felgyülemlett harag, amelyen hét esztendőn át uralkodott. 36 éves volt, nem is látszott kevesebbnek. Keskeny szeme, palaszürke volt, sápat, sovány arcán, jobb felől jókora vágás égtelenkedett, börtönbe jutásának mementója. 172 cm magas volt, valaha vékony, ám a börtönben volt ideje dolgozni a testén, immár tehát acélos izmai és meglehetősen imponáló felső testelet. A börtönben a férfi sok mindent megtanult. A legelőször is azt, hogy a legfontosabb a védekezés. Ha az ember nem képes védekezni, és megvédeni önmagát, ugyan ki teszi meg helyette? Senki. Úgy bizony. Hét év hosszú idő elzárva a való világtól. Hét év elegendő ahhoz is, hogy éppeső ember begolyózzon. Ha csak nem volt már eleve eszelős, és az ember nem pofázik, mert a szarháziek nem érdemlik meg, hogy megtudják az igazat. Az igazság csak rátartozik, egyedül az övé. és jajannak, aki megpróbálja kiszedni belőle. A szabadság maga volt az ismeretlen. Most maga után csalogatta, olyan dolgokra csábította, amelyekről hét esztendőn át csak álmodozott a rács mögött. Először jöttek a nők, arc nélküli ringyók, akik azért születtek erre a földre, hogy teljesítsék a kívánságait. A férfi könyörtelenül használta őket, és többet fizetett nekik, mint amennyit érdemeltek, hogy azt tegyék, amiből úgysem elég nekik soha. Mert akár megfizeted őket, akár nem, minden nő ribanc, erre tanította az apja. Amikor kielégítette az étvágyát, elővette a listát és behatóan tanulmányozta. Ez az egyetlen papírlapra szép betűkkel rót lista volt az egyetlen pozitívum a férfi életében. A lista nélkül nem tudott volna tovább élni. Föladta volna az egészet, és fölkötötte volna magát mint az első cellatársa. A listája adott neki erőt, az adott neki valódi célt. Ha azok a szarháziak ott Hollywoodban azt képzelik, hogy nem lesz több dolguk vele, hát tévedtek. Nagyon nagyot tévedtek. Első fejezet. Micsoda mozi, egészen rendkívüli. Jordan, öregem, megint beletrafáltál. Csak úgy záporoztak a dicsérő szavak. Jordan levitt, és mindössze fél éve elvett neje, kim valósággal fürödtek bennük, mint ott álltak a beléri birtokuk masszív kapujában, és a vendégeiktől búcsúztak. Levittéknél heti esemény volt a házi vetítéssel egybekötött vacsora. Ma csupán azért számított nagyobb ügynek, mert a veterán producer Jordan ezúttal a legújabb filmjét vetítette le. Kim megszorította az ura kezét, és rajongva nézett föl rá. Hosszú, barna hajával és bájos pofikájával amolyan szolid szépségnek számított, 22 évővel pedig fiatalabb volt az ura egyetlen lányánál. Tetszett nekik, suttogta izgatottan. És nekem is. Jaj, Jordan, olyan okos vagy. Jordan rámosolygott ifjú asszonyára. Tekintélyes külsejű férfi volt, 180 centiméternél magasabb, sűrű, őszülő sörénnyel, éles vonásokkal, barázdált, barnára sült arcán. Hamarosan betölti a 62. évét, akárcsak Clint Eastwood, s ahogyan a színészek, neki is jól áll, ahogyan öregszik. Sosem lehet tudni, mondta szerényen. De én tudom, nézett rajongva az urára, és a szemébe kim. Bomba biztos a siker. A férfi átkarolta Kim vállát, így ballagtak vissza a házba. Hogy ezek mit gondolnak, az nem számít, mondta. A közönség úgyis önállóan dönt. Nem csak okos vagy, de szörnyen bölcs is, mormolta Kim, és áhítatosan bámulta a férfit. Bár csak lenne rá időm, hogy lejegyezzek mindent, amit mondasz. Mindig olyan zseniálisan fogalmazol. Jordan csak mosolygott. Amióta mellette volt Kim, és állandóan hizelgett a hiúságának, abba sem hagyta. Egy rakás szar, Pf, unalmas. Elaludtam rajta. Hát, Jordan, ezt igazán elszúrta. Így folyt a cseveg is, miközben minden vendég beszállt a maga kocsiába. Levitték háza előtt. Charlene Winbrox volt talán a leghangosabb. A 35 éves, vörös és érzéki filmsztár szemlátomást élvezte, hogy kockáról kockára ízekre szedheti hajdani szeretőjét, Jordan filmjét. Oscar díjas rendezőférje, Mac Brooks, nevetvőt a sárga Royce volánja mögé. A 42 esztendős meg, amolyan, szolidan, dűrötten jóvágású pasas volt. A fejét göndör barna fürtök borították, Törött óra pedig arról a régmúltról múltról amikor még amatőr boxoló volt Brooklynban. Gyerünk, szívem, kivele! Mi a valódi véleményed? Paskolta meg szeretettel az asszony térdét. Na, gyerünk, ne tarts vissza! Sárlen önkéntelenül nevetni kezdett. Rád van szüksége megint, drágám! Rám pedig ne számítson! Feleltemek. Jordan mindig mindent a kezébe akar tartani. Vagy az ő szerint mennek a dolgok, vagy sehogy. Miután megcsináltam vele a szerződést, elhatároztam, hogy soha többé. Az szerződéssel oszkárt nyertél, mutatott rá Sádlen. És akkor ismertél meg. Mhm, uh -huh. halványan emlékszem randa vagy, vihogott ismét az asszony. Ha jól emlékszem, figyelemre sem méltattál. Túlságosan lefoglalt az az izom a fasz, aki naponta behozott dolgozni. Ó, az az edzőm volt, mondta szemlesütve sádlen. A faszom, bágta rá a férfi. És három évvel később ismét együtt dolgoztunk, és egymásba szerettünk. Sárnen boldogan sóhajtott. Hát nem romantikus. De, de az. Amint a kocsi kikanyarodott, levitték háza elő, Sárnen oda bújt a férjéhez, és a kezét a drága Valentino szoknyája alá húzta. A kanyargós autóton haladva a Royce kis híjen frontálisan ütközött a száguldó fehér porséval, amelyet Jordanna Jordan 24 éves lánya vezetett. Jordanna a nagyot dudált és csikorogva fékezett a Royce mellett. Leengedte az ablakot, kihajolt. Lekéstem a filmet, vetette hátra hosszú, sötét haját. Mégis mit gondolsz? felelte meg, és észrevétlenül kihúzta kezét a felesége szoknyája alól. Pipás az öregem, húzta el a száját Jordanna túl Jordanna Jordana A férfi a szeretője volt 36 évesen, amikor ő még tini volt. De most már csupán csak jó barátok. Ezt örömmel hallom, mondta, majd hozzátette. Vagy nem is olyan nagy örömmel. Sárdlen hideg pillantást vetett a lányra. Nem kedvelte Jordannát, és ezt nem is titkolta. – Szervusz, drágám! – mondta fagyosan. Az érzés kölcsönös volt. – Szia, ser! – felelte Jordanna, és közben azon tűnődött, hogy egy olyan tök jó pasi, mint meg, mi a fenét eszik egy ilyen főpumpát mozi királynőn. – Apád nagyon megharagszik rád! – Hm, reszketek, ser! – Sárlán belesett a porséba. – Ki a barátod, drágám? Na-ná, hogy sádlen, kiszúrta az anyósülése meghúzódó bikát. Giordannának fogalma sem volt, mi lehet a neve, de nem is érdekelte. Sötétben mindegy formák. Éjfélig hó holyok. Ezekből állt az élete. Viszlát, rálépett a gázra, és a Porsche eltűnt az úton. Rémes egy lány. Csücsörítette, frissiben vastagabbra szabott ajkát Sárdlen. Ne légy undok, mondta Szelíden meg, majd benő a feje lágyja. négy éves az Isten szerelmére. Az ő korában nekem már gyerekem volt. Sárdlen közelebb húzódott a férfihoz, és ujjai végigfutottak meg combján. Meg fölkészült. Tudta, mi következik, és ez volt az est fénypontja. Sárlen bolondult a kocsiban történő szeretkezésért, ő meg miért tiltakozott volna. Ezt tette izgalmassá négy éves házasságukat. Mihelyst az asszony hozzáért, megnek fölállt. Bizony, Sárlen mindig így hatott rá. Tehetséges egy nőszemély, és nem a színészi képességeiről van szó. Igaz, a munka hozta össze őket, Sárment rendezni élmény volt, és miután lefeküdt vele, hamarosan el A monogámia újdonságnak számított meg Brox életében. Sárlen előtt lefektette minden vezető színésznőjét. Elképesztően szexi felesége azonban mostanában nem hagyott helyet a kalandok számára. Látom, a kis nagyember akcióra kész, suttogta sádlen, és ügyesen lehúzta a stét cipzárját. Meg ezt szerette a legjobban. vezetni hazafelé a sötét, keskeny hegyi utakon. Hatalmas állófarokkal. Megpróbálni összpontosítani. Reménykedni, hogy nem állítják meg őket a zsaruk, vagy ami még rosszabb, símaszkos rablók mindez növeli az izgalmat. Sárlen lehajtotta a fejét, és gyötrelmes, édesen nyalogatta himbeszője hegyét, villám sebesen járt ide-oda a nyelve. Amikor a férfi már kellőképpen fölgerjedt, az asszony hátra dölt, kezdte kigombolni fehér blúzát, és hamarosan elővillant fekete tartója. Az egyik szeme az úton, a másik az asszonyon. Vedd le, bébi, morogta meg, és kemény volt, akár a szikla. Levegyem, húzta az asszony. Rajta, mondta folytott hangban, egyre feszültebben meg. Hát, gyerünk már! Sádlen kibújt a sejjelblúzból, kikapcsolta a csipkemeltartót. Sárdlennek volt Hollywoodban a legszebb melle, sebészi, beavatkozás nélkül is telt és feszes, és micsoda édes, kemény melbimbók. Jézusom, nyögte meg, és az út szélére kanyarodott. Sárdlen élvezte, hogy a férfi teljesen a rabja. Jézusnak semmi közelhez, dorombolta kedvesen. Nem sádlem vinnőt a kocsiban? kérdezte a bika, és a hangján áhítat érződött. Mi? kérdezte szórakozottan Jordanna, amint parkoló helyet keresett. Hát sádlem Vin, ismételte a fiú, aki úgy festett hosszú zsíros hajával, ócska gönceivel és olcsó napszemüvegével, mint valami hatodrendű rockbanda kirúgott obosa. Csodálom, hogy ismered, Sárlent, jegyezte meg a kocsiból kiszállva Jordanna. Meg szép, hogy ismerem, sértődött meg a bika. A papámnak meg volt a playboy, amelyiknek ő volt a címlapján. Hónapokig az éjjeli szekrényén tartotta. Hm, de jó neki. Szép csöcse van. Felejtsd el, az enyémhez mit szólsz? Simult merészen a sráchoz Jordanna. Abika értett a szóból, és csókolni kezdte. Hosszú, szenvedélyes csókokat adott, dolgozott a nyelve. A lány úgy gondolta, ebben a srácban van fantázia. Nagy erre, húzta a vendégház felé. Nem megyünk be? kérdezte csalódottan a fiú. Az én lakosztályom hátul van, nevetett idegesen a lány. Hátul izgalmasabb, hidd el. Ha te mondod, markolt a lány fenekébe a bika. Akkor légy jó kisfiú, és kövess szépen, s aztán fantasztikusan érezzük magunkat. Oké, okay, a nyomodban vagyok. Meghiszem azt, gondolta Jordanna. Csinos csaj, baromi járgány, isteni kégli. Mit veszíthet? Egy zeneipari bulin csikte föl a fiút. A fekete farmerjának meg a szeme, a vigonyas rácok feszes farberban mindig érdekelték. Az jutott az eszébe róluk, amikor tizenévesen elment az apja egyik forgatására, és megismerte Teddy Kostát, a menő fiatal színészt, akinek a legjobb segge volt a szakmában. Teddyről ábrándozva vészelte át a sertülés éveit, aztán 15 évesen szépen besétált a fiú lakókocsiába egy újabb Jordan film forgatásának a szünetében, és elcsábította. Teddy Costa vette el a szüzességét, de soha többé nem jelentkezett. meri azt mondani, hogy az élet tisztességes. Jordan 168 cm magas volt. A szó hagyományos értelmében alig ha szép, de olyan erő, vadság és báj árad belőle, amely a legtöbb férfit megbolondította. Sötét szeme a veség belátott, szépen ívelt szemöldöke maga volt a kihívás. Az óra egy lehelet mit hosszabb volt a tökéletesnél, ám ovális arcán mégis tökéletes egyensúly uralkodott, és az ajkát a természet teremtette teltre és érzékire. Az álla határozott, a bőre mindig bronzbarna. Holló fekete haja természetes fürtőkben hullott a vállára. A teste sportosan karcsú, ugyanakkor érzéki volt. Inkább európainak festett, mint amerikainak. A családja anyai ágára ütött. Édesanyja a gyönyörű Lilianne, félig francia, félig brazil volt. Végzetes kombináció tök jó a segged, jegyezte meg az napi bikája. Milyen romantikus, de talán azt tudja, mit kell tenni az ágyban. Mert sokan nem tudják mostanában fölállítani. Az ember csak megmutatja nekik az óvszert, és már oda is a buzgalmuk. Nem könnyű ám egyedülálló lánynak lenni Los Angelesben a 90-es években. Tulajdonképpen sehol sem könnyű egyedülálló lánynak lenni. Férfiak, vagy buzik, vagy perverzek, vagy a feleségüket csalják, vagy anyuci, egy vagy balfácánok, kápszeresek, csalók, stricik, vagy, ami a legrosszabb, színészek. Csak ki kellett mondania a Jordan Levitt nevét, bármelyik színészt megkaphatta, csak hogy éppenséggel színészre nem vágyott. Önző balfácánok. Én, én, én. Az én életem, az én külsőm, az én pályafutásom. Kinyitotta a lakosztálya ajtaját, és a bika követte a káoszba. No, igen, nem éppen ő a világ legrendszeretőbb lányzója. Nagy dolog, nem állt szándékában bemutatni a lakosztályát a Szép otthonok Magazinban. A bika azonban már beindult, és nem érdekelték Jordanna háziasszonyi képességei. Magához rántotta, kétszer megcsókolta, és durva keze felfedező útra indult a trikója alatt. Megcsörent a telefon, és elindult az üzenetrögzítő. Jordanna géphangja betöltötte a szobát. Ne vesztegesd az időmet, ha mondani akarsz valamit, ki vele? Sipszó. Aztán az apja hangja. Halló, kis madár, kihagytad a filmemet. Tetszett nekik. Hol jártál? Ha -ha.